Donald Hocsek közeg. Imhonik a kézet! Én tüstént hazaillanok, még mielőtt égig szökkelne a vérnyomásom ettől a tőre fickótól. Alászolgálja, mit méltóztatik parancsolni citromos, narancsos, kappanhús, szilvával, mazsolával, tatolyával, némi rózsavízzel, vörösbor mártással, de nagyon ajánlom a tűzdelt őzgerincet Ben Johnson módra. Karcsmáros! Lehet maguknál halat kapni? Lehet, kérem. Fogas van? Van. Tegye rá a csákómat és hozzon egy kupalót! Sir John Sajon, ön itt? Nicsak, nocsak, Sir Hacek, minő öröm. Hogy van, meséljen, merre jár? Nem fogja elhinni. Tegnap este a Globe színházban voltam a feleségemmel. Színházban? Hogy elvitte magával a feleség? Hát nézze, ha egyedül megyek, akkor meg kell csókoljam az asszony, mikor elmegyek. Ugyanúgy, amikor hazamegyek, gondoltam, egyed meg a fene, inkább elvitte. Na így már értem, és mit látott? Sir Simeket, a harmadik sorban üdik ilyen nőre. Azt kérdeztem maga hitványcenk, hogy a színpadon mit lát. Arra ma nem emlékszem. Ugyanis amikor a kar elkezdett üvöltözni a színpadon, feleségem előre hajolt, és kiesett a karzatra. Hallatlan, képzelem, hogy megijed. De még mennyire féltem, hogy rá kell fizetni a jegyre. Ebből elég. Hiába viselkedik úgy, mint egy agyalágyú, akkor se fog kiüldözni innen. Mit szól, milyen remek műveket ír ez a Will Shakespeare? Hát itt van például ez a vízkereszt, vagy amit akar. Ne beszélj! Egyszerre két darabot játszanak! Miért két darab? Ha maga mondta, hogy vízkereszt, vagy amit akartok! Az egy darab, te sátánfa ez a te! Anglia szégyenete! És milyen remekül játszák! Hát milyen pompás volt az a kezem! Szóval előadás után még elmentek vacsorázni. Dehogy mentünk, hát ilyen árak mellett, hogy mentünk? Ha maga mondta, hogy pompás volt a keszeg. A keszeg az nem egy hal. Ezt magyarázom a feleségemnek, de nem hiszi. Az Úristen áldja meg magát, Sir Hacek. A keszeg az egy figura a vízkeresztből, és egy remek komikus alakítja. Mellesleg a darab egy testvérpár hányatott életéről szól, akiket szétszakított a tenger. Na, slussz, ez a téma be van fejezve. Esküdni mernék, hogy magának is van egy ikertestvér. Miből gondolja? Mert egyedül egy ember nem lehet ekkora hülye. Maga nevetni fog, nekem tényleg volt egy ikertestvére. Valóban? Oszkárnak hívta. Úgy hasonlítottunk egymásra, mint két tojás. Helyen. Ranta egy fickó volt. Nagyon sokat szenvedtem miatta. Szenvedett? Miért? Mikor gyerekek voltunk, ő dugta a csirizes papírt a tanító alá, engem csaptak ki. Mikor ő elcsapta a hasát, nekem adták be a ricinus. A végén elkezdett udvarolni egy randa kövér nőnek, nekem kellett elvenni feleségül. De a végén megbosszultam magam. Megbosszulta? Hogyan? Én haltam meg, és őt temették el. Juss se megyek el! Just is maradunk Shakespeare-nél. Fogadni mernék, hogy a Szent Iváni álmot se látom. Nyert, szörfajókám! Pedig nagyon sokat vesztett vele. Nagy művészi élménytől fosztotta meg magát. Különösen akkor villanyozódott fel a közönség, mikor úgy átlengett a színpadon a pok. Micsoda? Mondom, úgy váratlanul átlengett a pok. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek. Talán a fülüknek. Habár én azt tanultam az ős apámtól,
hogy az ilyesmit nem illik észrevenni. Mit zagyvál maga itt össze-vissza? Én Shakespeare pukjáról beszélek. Mibe különbözik a Shakespeare pukja például a maga pukjától? Hát a nagy költő pukja a szellem szárnyakon jár. Nem az ilyen szellem szárnyakon. A fene egye meg magát, szőrhacsek. Hát most látom, hogy maga mire gondol. Mégsem megyek el innen. Maradjunk. De hát én vagyok a hülye. Na, megérdemlem, hogy megüssön a kuta, hogy nemesemben létemre leállok beszélgetni egy ilyen mindenre elszánt bérgyilkossal. Alá szolgálj! Holnap beüket! Juss sem megyek el, just is elmondom, hogy milyen előkelő hölgy a feleséged, és hogy milyen előkelő társaságba forog. Az már olyan öreg, hogy a sírba kéne forogjon, nem társaságba. Na ide figyelj, te aszalt denevér! Hétvégére Lady Warwickhoz vagyunk meghívva a tengerpartra. Ott most kezdődik az ívás. Igaza van, ott legalább tiszta bort adnak. Kit érdekel az én? Nem inni megyek, hanem horgászni. Ha maga mondta, hogy most kezdődik az ívás. Maga azt se tudja, hogy mi az ívás. Én nem tudom, kétszer voltam elvonók urán a tollán. Én a halakról beszélek, azok nem inni szoktak, hanem ívni. Igaza van, szőrzsajom. Én is tegnap este hazamentem. Megívtam egy kupa bort. Utána bementem a szofbámba, és lefeküdtem avludni. Na dövögő meg, te átkozott el. Hát értse meg végre, hogy az ívás az a szerelmes halak násza. Tehát mit veszkődöm én itt magával? Ki kell menni a földekre nekem, mert nincs gilisztám. Milyen nincs? Nincs gilisztám. Giliszt, örüljön neki, nekem volt randa egy betegség. Az agybajod, az egy randa betegség. Hát a giliszta az a horgászáshoz kell, anélkül nem harapnak a halak. Miért ragaszkodik maga ahhoz, hogy megharapja a hal? Hát maga azt se tudja, hogy én miről beszélek. Hát ülök a vízparton és várom, hogy jöjjön a keszeg. A vízkeresztből. Az egy másik keszeg, az nem hal. Süket, sajokám, süket. Hát miért volna süket, te nyomorom? Maga mondta, hogy egy kiváló színész és nem hal. De én másról de beszélek. Másról? Hát ülök a vízparton, és a gilisztámat ráhúzom a horogra. Mondom, hogy a gilisztámat ráhúzom a horogra. Te jó is! És mit szól ez a feleségem? Hogy mit szól? Csendbe kuporogott mellette. Egyszer csak érzem, hogy harap. Erre maga ordítok! Dehogy ordítok, csendbe vagyok. Aztán hirtelen kirád. Ez nem stimmel. Mi nem stimmel? Nézd, azt elhiszem, hogy hirtelen kisüti. De hogy hirtelen kirángat, az egy marhaság. Dehogy marhaság. Nem is tudja elképzelni, hogy egy halászkunyóban milyen jó kirántani a halat. Arra esik jól igazán az ivás. Maga nem is tudja, hogy nekem az utóbbi időben hogy megy az ivás. Most mit röhög? Ne áragudjon, szőrsajok! Ha maga most nekem be akarja beszélni, hogy maga 30 évi házasság után még ívni tud a feleség, akkor maga nagyobb költő, mint az a Willy Shakespeare! Kire?